Sziasztok! Itt vagyok! Ma egy jobb napot zártam. Hagytam a fenébe, hogy legyen úgy, ahogy akarják. A munkahelyen most értem haza. Két fantasztikus TikTok videót csináltam szerintem, amit majd ide is fölteszek. Nem sokkal, hogy lássátok. Egy 50 centes nagy szakállal filter, majd második volt egy Shakira mozgókép kockával. Szerintem az lett a jobb. Meg kiderül a nézettség alapján. TikTokon is, meg itt is. Hát föl fogom tenni. Most várom édesanyámat haza. Megyünk cipőt venni. Igaz, ez nem egy jó cipő, de addig valamilyen cipőt nézni kell, hogy ne menjek mezőkláb, már mostani már nagyon tré, nagyon szar. Évek óta azt használom, eddig bírta. Még jó, hogy eddig is kibírta, mert egy kalapszar. Egy 2000 forintos cipőről beszélgetünk jelenleg, ami van. Úgyhogy most egy cserére alkalmas, nem tudom, hol fogom megvenni. Én néztem 30 000 egy Nike cipőt, de ha már bemegyek, sajnos akkor nem tudom megállni, hogy ne Nike fősőt, vagy bármit vegyek még. Úgyhogy ez drága lenne, de majd megbeszélem vele, mikor hazajön. Ma kötegelnem kellett a munkahelyen ilyen kártyaszerűségeket, majd le kellett mennem rendezni. Úgy is kell az orrom, valakire bosztus legyek szak. Nagyon, akkor meg szétvágom a száját, ám. Meg lesz ám kúrélve a szája. Na szóval meg le kellett mennem olyan helyre, ahol a bicikliket tárolják. Meg az ilyen kis motorokat, ami van velem, az eső is esni fog, bár mondja. De azt jelenti, hogy a viszkere fül. Azt mondják, hogy egy jó szamár megérzi, hát aki ezt kitalálta, a szülyebót. Nagyon. Az kapja be, mert szülyeség. Jó szár megérzi. Na szóval, ott kellett dobozokat rendeznem, kb. 15 percig, ahol a biciklitárolók vannak. De holnap nagy valószínűséggel ott kezdek. Úgyhogy annyi lesz, hogy szerintem fölmegyek. Megvárni, még nem hívnak le. Hogy csináljam? Hát végül is az jó, csak dobozokat kezdhajtni, meg dobozokat egyik sarokból a másikba pakolni. Én megkérdeztem, hogy lehet-e vinni majd ilyen elhasznált papírfecniket begyújtás szempontjából a térjére. Mondták, hogy vigyem nyugodtan, mert ők úgyse tudnak mit csinálni vele, csak arra figyelek, hogy ne legyen összekent, mert nagyon parázslik. Nem mutatták, hogy melyik fajta a jó. Úgyhogy ennyi. Meg egy bambi, kicsit fáj a hátam, lehet, hogy a nagy súlyoktól, amikkel súlyzózok, lehet, hogy le kéne venni egy kicsit, de már megszoktam ezt a súly mennyiséget. Illetve pakolni akartam rá, de hát így már nem merek pakolni. Mert így is van probléma. 3 napja a csípőmmel, vagy nem tudom, az oldalammal. Lehet, hogy a TikTok táncoktól is. Lehet, amikor jó megkevertem valahogy így. Majd látjátok úgy is. Meg szerintem már láttátok is. De még sajnos sose értem az 1000 követőt, és arra hajtok, mert akkor ott lehet élőzni majd, illetve itt elérnem, itt is. Majd idővel meg lesz. Úgyhogy ennyi volt a mai nap. Most még egy kicsit pihengetett, mielőtt nem mennénk, vagy nem mennénk el cipőt nézni. Hát az egyetértés be lesz némi probléma szerintem. De ha nagyon gáz a helyzet, akkor azt mondom, hogy nem kell semmi, azt hagyjuk, mert általában így szokott menni, hogy nekem 2 óra hosszás egy cipőválasztás, mert vagy kicsi, vagy nagy, vagy kényelmetlen, vagy szar, vagy fosszina van, vagy a kinézete egy nagy lótúró az egész. Úgyhogy nem egyszerűen a vásárlás, egy pólót, egy nadrágot könnyebben megveszek,
mint egy cipőt. Mert a pólóról tudom, hogy tetszik, főpróbálom, méretemben van, oké. Okay. Cipővel nehezebb a helyzet, de hát jó van. Az olyan, mint az alsógatya, hogy tudni kell, hogy anyas méret, mit, hogyan kell megvásárolni. Úgyhogy ma szerintem vásárolgatás lesz a további terv, 2 óra fele. Azt mondja, hogy most van 1:42, akkor ilyen, hát, kb. 50 perc múlva ér haza. Édesanyám, ha minden igaz, ha nem, akkor késik, majd megvárjuk. Más nem tudok csinálni. Úgyhogy ennyi. Tudok mondani mai napról. Illetve elmutattam a cipőt, amit le fogok cserélni. Itt van. Itt van a cipő, ezt fogom lecserélni, ezt hordom már egy éve kb. Csak közben vettem egy olyat, ami szerzőzik nyáron, és így szétnyílt a fejrésze, vagy az eleje, és így föl tudtam húzni a talpát, úgyhogy inkább visszacseréltem erre a cipőre, de most ezt is le fogom váltani, mert ennek is el van így hajolva, mint a kezem, így hajolva a sarok része, úgyhogy most nem tudom, hogy Adidas cipő lesz-e, vagy valami más, de majd megmutatom, mikor lesz a következő videóm. Úgyhogy most gyorsan nézek magamnak valami kaját, hogy mit tudnék megenni. Igaz, hogy vágtam egy chipset hazafele. Van itt egy pizza, még nem tudom mikorra. Hát meg itt a paradicsom gombóc is. Így van. Itt a jó kis paradicsom gombóc. Nézzétek! Így néz ki, ezt egy tányérba már szedem is. Más délbebéddel, de én még csak akkor vergődök alapfel. Aztán én ilyenkor eszek, ha nincs dolgom, akkor lepihenek, plusz megcsinálom ezeket a videókat, hogy lássatok. Nevessetek. Vagy éppen komoly történetekről mesélek, mikor mi van az életemben. Na, ezt már vissza is tehetjük akkor. Mert vannak komoly helyzetek, vannak vidám helyzetek mindenkinek. Az úton mindig sétálva jövök, meg szoktam áldogálni, pihenni, nézelődni. Nézem a jó kis lányokat, hát illetve a illetve hát mikor mit, nem mindig azokat, sőt egyáltalán nem azokat, ez csak egy poén volt, hogy én a lányokat nézem, mert igaz, hogy szoktam, de nem így düllem ki a szemem, mint a legtöbb srácnak, hanem elmegyek mellettük, megnézem, kész. Nem állok ott fél órákat, meg órákat azért, mert most ott van. Megnézem, elfut mellettem, aztán ennyi. Miközben elmegy, ránézek, eldöntöm, hogy jó lenne, avagy nem. Ez ilyen dolog. Na, most én ezt megmelegítem, úgyhogy elköszönök, vigyázzatok magatokra, szép délutánt. És majd nem sokká megmutatom azt a cipőt, lehet, hogy holnap, de lehet, hogy még ma, ez majd kiderül. Annyit hozzá tennék, hogyha én találnék egy lányt, akkor én nagyon hűséges lennék, mert én nem szeretem azokat a magam
féle srácokat, vagy egy kicsit keményemnek gondolják magukat, akkor már csalják össze-vissza a lányt, ez nem az én stílusom, én egy hűséges pali lennék, ha lenne egy aktuális társ. De most jól belekeveredtem, csak ezt el akartam mondani, hogy hűséges típus vagyok, úgyhogy ha lesz egy barátnőm, én csak neki szentelem az életem. Neki szentelem, igen, de megegyezéssel. Na, előbb is felemeltem, hogy megmelegítem a kaját, előbb már elköszöntsem, csak ez az a téma eszembe jutott most, de most tényleg elköszönök, mert éhes vagyok, megmelegítem, úgyhogy csuma nektek, puszilok mindenkit.